kukoricás, nagyhalas féderezés mellett azonban, amit ugye mondtam, nyáron szoktam leginkább művelni, a hosszú előkés féderezésnek tavasszal és ősszel nagyon szeretem ezt az egész finom változatát, amikor minden halat igyekszek megfogni, sok élőcsalival, etetőanyaggal, morzsával horgászom, és ennek most éppen meg is van az eredménye. Egy kis balin fogta meg a csontit. Tehát ez a peca egy egészen finom horgászat, és ehhez nagyon sok csontkukacot használok jellemzően. Minimum 3 decit, de inkább fél litert, akár 1 litert. Kiveszem a horgot. Na, ha már így alakult, akkor vegyük föl így. Ez úgyis egy amatőr videó. Szóval a sok csontkukac azért fölkelti a halak érdeklődését. Együtt vissza a bali. Úgy. És egy ilyen finom bottal, mint ami nálam van, egész jót lehet pecázni. Persze ez a horog is jóval kisebb. Ezen egy 12-es horog van, de gyakran horgászok 14-es horoggal. Az előkét annyira nem kell lefinomítani, azért 16-os alá nem érdemes menni. Egyrészt jobb a tartása, a folyóvízi hal nem olyan kényes, és ha nagyot akasztunk, azért talán egy minimális esélyünk marad, bár az igazi, ha nagy halazni akarunk, akkor tegyünk fel olyan komolyat, mint amiről már beszéltem. A másik botat most is úgy van bent kukoricával. A felszerelés gyakorlatilag ugyanaz, 40 g-os kosár, szabadon csúszik, egy kapcson, van egy kis gumigolyó, egy gumiütköző, fédergumi, és egy 50 centis előke, 16-os zsinorom, és rajta egy 12-es horog. A bot egy 3.30-as konkurszféder, 20-as zsinórral, de ami a trükki a dolognak itt is, az az, hogy hosszú, 8-10 méter hosszú 10-es fonott dobó előke van fönt. Ez lehetővé teszi, hogy kicsit kisebb kosarakkal horgászunk, és azért a finom botot is tudjam használni. 40 g-os kosár, abba sok csonti. Ennyi körülbelül a titka, a horogra is csak 1-2-3 csonti kerül. Ezt vagy etetőanyaggal zárom le a kosarat, vagy ragasztom a csontit. A csonti megragasztva remekül megáll a kosárba, és egész hosszan oldódik. A ragasztott csontiból így ki lehet venni darabokat. Ezt bele lehet a kosárba nyomkodni, és el fog tartani pár percig, amíg lassan szépen kioldódik. Az ilyen tömény csonti, ez nagyon fog tetszeni a halaknak. Ha ragasztunk csontit, most éppen az ujjaimra is ragad, akkor legalább fél litert érdemes ragasztani, mert különben hát elég nehéz vele bánni. És nekem most nincs eléggé letisztítva a csonti, sajnos a törőszitámat otthon hagytam. Érdemes lemászatni a csontit, leszitálni, és a tiszta, egészséges csontikra szórni a ragasztóport, és utána nagyon enyhén szabad csak nedvesíteni a csontit, pár csepp vízzel, sok ragasztóporral, várunk egy kicsit, és szépen megragad. Ha még nem elég, akkor teszünk hozzá, mondom, ilyen szépen ki lehet venni, és gombócokat lehet formálni, és ezt beletöltjük a kosárba. Látszik, hogy úgy kell bele erőszakolnom, és ez megáll benne határozottan és keményen. Most ennyi csonti egyszerre, az már hatékony. Nem véletlenül jött a kis balim. Akkor ma végét le is zárhatom etetőanyaggal, már az azonnal oldani kezdi. De ez így egy pár percig eltart, és fogja adni a halat. Bagolykeszeget, dévért, balint, domolykót, bármi, ami a környéken megfordul, azok
nagyon szívesen veszik föl az ilyen csontis cuccot. A paduc még talán az, ami a legjellemzőbb a környéken. Fölcsalizom, és mehet be, vissza a helyére. Ha így horgászunk, akkor lesz bőven kapásunk. Azért olyan részt kell választani, ahol van egy kis vízmélység, tehát itt is olyan másfél méteres vízbe horgászom. Nem tesz jót azért, ha egy nagyon sekély helyen akarunk megállni, így csontizni így meleg időszakban, mert fenéki fog enni a sneci. De azért mindig lehet a Marason némi keresgéléssel találni ilyen területeket, és érdemes ezt is kipróbálni. Szórakoztatóbb, mint amikor a kukoricát nem úgy húzza a halt, és mindig órákat kell várni kapás nélkül. Itt már nekem mozog is mindjárt a spic, és jön a következő halacska. Amikor így ragasztott csontkukaccal, vagy egyáltalán sok csontival akarunk horgászni a kosárba, akkor azért előnyösebb a ragasztott csonti, mert ezt a ragasztott csontit, ha jól belenyomjuk a kosárba, akkor szépen, lassan, sokáig, perceken át fog lassan-lassan oldódni, nem pedig úgy, hogyha az élő csontik, ugye, vagy a forrázott csont is egyszerre föloldódik az etetőanyag, az élő csont is szétrugja, kikerül a kosárból, és már viszi is a maros messzire. Ez a ragasztott csont is szépen pár szem, megint lassan adagolja, és ezáltal sokkal tovább tart a hatása. Egy márnát fárasztok éppen, és bizony egy ilyen 30 centis márna is olyan erővel védekezik, hogy ez az oka annak, hogy mindenképpen erős horgot kell választani. A keszeges horgok itt már igazából nem jók, a nagy sodrásból nem tudjuk kihozni, ha egy nagyobb márnát akasztunk, ki fog hajolni a horog, vagy ha túl vékony az előtt, akkor szakadni fog. Ezért is mondtam, hogy legalább 18-as, előkét használjunk, a 16-os alá pedig végképp nem szabad menni. Horogból pedig olyan erősített jellegűt kell használni, amiből tudunk kicsit, amire föl tudjuk tűzni a csontit, tehát kicsi és erős horgot, például a gamakacsunak az 1312F horga, ilyen. Tehát olyan horgot kell választani, ami elég erős, és ki fogja bírni a márnának, vagy egy pontnak a kihozatalát is a sodrásból.